Politikával folytatjuk. A magyarországi jövedelem viszonyok lehetetlenné teszik a tisztességes életet, mondja az MSZP elnöke Tóbiás József. Fel kell lépni a jövedelem különbségek és az elvándorlás és egyes ágazatokban a pálya elhagyással szemben. A szocialisták szerint a vállalkozókra tett adóterhek miatt a versenyszektor nem tud fizetést emelni, és a közszolgák bérkompenzációja is elmaradt. Az MSZP elnöke a vendégem, Tóbiás Józsefet köszöntöm, jó estét kívánok! Ezekről a közéleti témákról fogunk tehát beszélgetni, de még mielőtt ebbe beleásnánk magunkat, a párt támogatottsága a jelenlegi közvéleménykutatások szerint 7%-on áll. Ugye az elmúlt napokban többen is megkérdezték Önt, hogy hogyan értékeli ezt az eredményt. Többféle közvéleménykutatás van. Van olyan, ami azt mutatja, hogy 7%, van olyan, ami azt mutatja, hogy 12-13%. Azt szoktam mondani, hogy ha az ember folyamatosan a eredményjelző táblát nézi, akkor nincs ideje azzal foglalkozni, ami a valóság. És bizonyára nagyon mélyről érkezik a Magyar Szocialista Párt, hiszen több választási kudarcon van túl, engem sokkal jobban foglalkoztat a jövő, hogy hová kell eljutnia. És ebben nagyon sok konfliktus van, vitathatatlan, hogy folytathatjuk-e azt az utat, amelyen jártunk az elmúlt 6-8 évben, vagy új utat kell keresnünk. És ehhez a változások, ezek mindig konfliktusokkal járnak. Meggyőződésem, hogy a Magyar Szocialista Párt akkor jár el jól, ha nem önmagával foglalkozik, ha nem a Fidesz tematikáját fogadja el, amiben neki mozognia kell, és nem kötelezi el magát egy másokhoz képest létezésben, hogy így fogalmazzak, tehát nem valaminek az árnya kíván lenni, hanem egy önálló baloldali politikát akar képviselni. Ezek vitával járnak. Ezek a viták azok, amelyek, ha belül maradnak, akkor azok segítenek. És azok a viták, amelyek kimennek a nyilvánosság elé, ezek a viták viszont ártanak a Magyar Szocialista Pártnak. Én minden egyes fórumon, így a mainén is, és az elmúlt 5 regionális értekezeten is minden meg akarok beszélni a küldöttekkel, nincs tabu. De az a felelősség az 1 millió ember részéről minden egyes ember vállán nyugszik, az enyémen több, hiszen én vezetem ma a pártot. Az, hogy változásra van szükség. És 25 éve mi azt kértük az emberektől, a politikai elit, hogy változzon, hogy jobb legyen az élete. És ez nem sikerült minden tekintetben. Ma föl kell tenni a kérdést, hogy és a párt mikor akar megváltozni? És ő mikor akarja megérteni, hogy a választók mást várnak el tőle? Tehát úgy érzi, hogy ebben a 7%-ban nem az ön teljesítménye, vagy pusztán az ön teljesítménye, hanem a párttársaké és a szocialistáknak az összteljesítménye. Hát olyan párt, hogy Tóbiás József olyan nem indult a választásokon sem, meg nem most sem indul. Én még egyszer mondom, a közvéleménykutatások eléggé szétszórtak. Ne ebből induljunk ki. Mert most az a, én nem vagyok egy elemző, azt majd meghívnak ide elemzőket, és megkérdezik, hogy van mi a véleménye a közvéleménykutatásoknak az állapotáról. Engem az érdekel, ami a valóságban van. Akkor úgy kérdezem, hogy a szocialistáknak így a választások után, a második vereség után nem volt elég idő, vagy idejük arra, hogy változtassanak az irányvonalon, és mindazt elkezdjék, amiről beszéltek akkor a választások után. Nem tudom ön, hogy van vele, de hogyha hosszú éveken keresztül ugyanazon az utcán akar járni, és egyszer csak ez zsákutcává válik, akkor mit csinál? Megpróbál bemenni a zsákutcába, mert hiszen ahhoz szokott hozzá. Miközben új utakat kellene keresni. Erről szól az élet. Mindig keresni kell az új megoldásokat. Ma pontosan az a probléma, hogy olyan jövedelemkülönbségek vannak ebben az országban, és az emberek döntő többsége a hétköznapjait nem úgy éli, hogy a politikát figyeli, hanem azt nézi, hogy ma milyen döntést kell hoznom ahhoz, hogy megélhessen a családom. Eldönti, hogy receptet fizet ki, vagy kenyeret és tejet vesz. Hogy befizeti-e a gyermeket a közétkeztetésbe, vagy éppen a lyukos cipőjét fogja kiváltani valamivel. A politikának is el kell dönteni, hogy végre azzal akar foglalkozni, ami az embereket foglalkoztatja, vagy megpróbál önmagával foglalkozni, és azt hiszi, hogy az önmagával való foglalkozás az érdekli a választót. Remélem, nagyon remélem, hogy a választó nem az szerint él, hogy éppen a pártpolitikusok azok mit csinálnak, hanem azt dühíti, hogy ezek önmagukkal foglalkoznak, ahelyett, hogy az én problémámról akarnának, de a szavazatomat azt kérik. Az jó lenne, ha lenne, ugye?
Én meg azt gondolom, hogy akkor fordítsunk. Az emberek dolgával kell foglalkozni. És természetesen hosszú ideig ezt mi mondjuk úgy, hogy mellőztük. Mi mindig ajánlani akartunk valamit az embereknek, és kiderült, hogy ezek az ajánlatok már nem elégségesek. 10-ben is, meg 14-ben is ez derült ki. De hogy mondjak azért pozitív módon, ami nem látszik egy közvéleménykutatásban. Az elmúlt egy évben volt 3 időközi országgyűlési választás. Ebből 2 a Szocialista Párt megnyert. 2000-ben nyert utoljára időközi országgyűlési választást. Nyert időközi polgármester választást, nyert időközi önkormányzati képviselő választást. Tehát önmagában nem lehet egy adott pillanatról kimondani, hogy akkor ez itt a vége. Nem. Ez egy évvel ezelőtt volt, amikor nagyon sokan azt gondolták, hogy nincs itt tovább, és meg azt látom, hogy igenis a választóink jóval erősebben hisznek a Szocialista Pártban, mint néhány vezetője, aki azt gondolja, hogy itt már itt mindennek vége van. Nyilvánvalóan választástól választásig folyamatosan a kormányzó párt mellett, ugye az ellenzék folyamatosan méri a közvéleménynek a véleményét, és ugye látszódik az, hogy melyik párt milyen százalékon áll, nem is ez a lényeg, hanem az, hogy amiről önök folyamatosan véleményt mondanak, azt tetszik-e a közvéleménynek, vagy arról, hogyan gondolkodnak. De akkor már konkrét közéleti témákkal folytassuk. Mondják, hogy béremelés kellene, béremelésre. Így van, lenne szükség a közszférában és a versenyszférában is. Melyik szektorban mennyire? Hát először is mondjuk ki világosan, hogy ma a közszférában dolgozók, kik is azok? Az oktatásban dolgozók, az egészségügyben dolgozók, a szociális területen dolgozók, a közigazgatásban dolgozók, egy önkormányzatban dolgozók, a rendvédelem területén dolgozók. Ők azok közel 700 ezeren, akik naponta működtetik az országot, működtetik a mi ügyeinket. Az ő átlagbérük nettóban közel 100 ezer forinttal kevesebb, mint a reálszférában. Ma minden közgazdasági elemzés azt mutatja, hogy a közszférában lévő fizetésemelés segíti a reálszférában történő fizetésemeléseket. Tehát ő megy elől és követi őt a reálszféra. Ma több probléma is van. Egyik oldalról a közszférában, hogy akár Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét mondjam, a szociális, humán és egészségügyi területen dolgozó fizikai állománynak nettóban 55.400 forint a fizetése. Az oktatásban a fizikai állomány részéről ez 78.000 forint. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a nettó átlagkereset mindent egybevéve nettó 110.000 forint. Most ehhez képest, ha azt látjuk, hogy a fővárosban, az országgyűlésben, az urizálásban, a haveri körben kiosztott vagyonok és pillanatok alatt szupergazdagokká váló gázszerelők és baráti köröknek jut, akkor az jogos követelés, hogy ember, nézz oda, ahol van, ahol te várod a versenyképesség növekedését, ahol te várod az életszínvonal növekedését, adj azoknak, akik amúgy megdolgoznak érte. Tehát nem olyan van, ami azt mondjuk, hogy most kegyet gyakorlunk, ők megdolgoznak azért a fizetésért. Az elmúlt időszakban azért ebben a szférában volt, ahol volt béremelés és szép béremelés, amivel amúgy a pedagógusok például elégedettek a béremeléssel, az életpályamodellel is, a rendvédelmi szerveknél is volt béremelés, valamilyen kompenzáció az egészségügyben, bár ott az ígértekhez képest tényleg kevesebb, és a szociális ágazatban maradt el most szeptemberben, de azért összességében nem mondható az, hogy egyáltalán nem volt béremelés. Szerintem az a fizetésemelés, amely a nyugdíj alapot megteremti egy aktív korú embernek. Amiről ön beszél, annak egy döntő része, mint életpályamodell, nem más, mint meglévő juttatásokat összesöpörnek. Ehhez képest a pedagógusoknak nőtt az óraszáma, ehhez képest a pedagógusoknak elmaradt a túlóra kifizetése, ehhez képest a pedagógusoknak nincsen kafetériája, nincsen étkezési hozzájárulása. Azok az életpályamodellek, azok valójában nem épülnek be, mondjuk egy rendvédelmi dolgozó esetében nem épül be a fizetésébe. Az a kérdés, hogy ma adunk 30.000 forintot bruttóban, de az nem számol bele az ő fizetésébe, csak kapja, mint juttatást. Akkor az majd 20 év múlva, amikor a nyugdíján számítják, az hol lesz az a pénz? Mit mondanak, mit javasolnak, hogyha módosító javaslatokat tesznek egy-egy törvény megalkotására? Ez egy követelés. Ez nem, nézze,
azt követeljük, hogy a magyar kormány ne magára költsön, ne az állami vezetőkre költsön, ne az állami vállalatok vezetőit tömje ki, most már nem 2 millió forintos bérplafonnal, hanem akár lehet 5 millió forint is. Önök ez a plafon. Látják ezeknek az emeléseknek a fedezetét is esetleg? Nézze, 2017-ben, 16-ban kirakjuk így a költségvetést, és meg tudom önnek mondani, hogy a mai költségvetésben megvan a fedezete ennek a béremelésnek, a fizetésemelésnek. Ez kb. 800 milliárd forint. De én nem kormányzom. Én ma azt a társadalmi problémát elemi erővel akarom képviselni a kormánnyal szemben, amely mögött ma már közgazdászok, vállalatvezetők, nemzetközi elemzők egyöntetően elmondják, hogyan a bevezetőjében ön elmondta, Magyarország versenyképességét nagy mértékben akadályozza az a kormány adópolitikája és jövedelempolitikája, rengeteg ember hagyja el az országot. Ma Máté Szalkán minden egyes háztartásban reggelre bedobtak egy szórólapot. Szlovák cégek 260 ezer forintot ígérnek, ha elmennek Szlovákiába dolgozni az autóiparba, vagy az elektronikai iparba. Romániában tegnap előtt döntött a parlament egy 10%-os közféra béremeléséről. Mi kell még ahhoz? A KSH már nem tud olyan adatot mutatni, bármennyire kozmetikázzák, mert nem mutatná ki, hogy az emberek nem élnek meg a fizetésükből. Mi kell még ehhez, hogy egy kormány ezt felismerje? Kell az, hogy önök a véleményt, illetve hát a szakszervezetek is a saját ágazatuknak a véleményét közvetítsék és érvényesítsék, hogyha tudják. Így. Nagyon szépen köszönjük elnök, hogy eljött hozzánk. Köszönöm.